Vlagyimir Putyin orosz elnök súlyos problémákkal néz szembe az általa kirobbantott háború miatt, ami a mozgásterének csökkenéséhez vezetett Ukrajnával kapcsolatban, adta hírül csütörtökön a Bloomberg amerikai hírügynökség. A sajtóorgánum szerint az orosz hadsereg visszavonulási parancsa a dél-ukrajnai Herszonból súlyos kudarca harctéren. Putyin döntése pedig, hogy nem vesz részt a jövő heti G20 csúcson Indonéziában, alátámasztja a csökkenő diplomáciai befolyását. A Bloomberg szerint Putyin nem volt jelen, amikor Oroszország katonai vezetése bejelentette a Herszonból való kivonulást. Ennek oka az, hogy a Kreml nem akarja az elnököt olyan vereségekkel összefüggésbe hozni, amelyek ellentmondanak Herszon megye és más ukrán területek végleges annektálása iránti vágyának. Fennáll annak a veszélye is, hogy Putyin kemény nyilvános bírálatok érik Joe Biden amerikai elnök és a világ többi vezetőjének részéről a G20-on, ami felülmúlja a csúcs találkozón való részvétel minden lehetséges előnyét, írta a hírszolgálat. A Bloomberg azonban megjegyezte, hogy a növekvő nehézségek ellenére egyelőre semmi jele annak, hogy Putyin kész lenne megadni magát és békét kérne. A mozgástere azonban továbbra is szűkül. Nagy nyomás alá került Oroszország az ukrajnai háború miatt, jelentette ki csütörtökön Rómában a NATO főtitkára. Jens Stoltenberg a herszoni orosz csapatkivonással kapcsolatos hírre reagálva, Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel folytatott megbeszélése után nyilatkozva azt mondta, a NATO figyelemmel fogja kísérni, hogy az orosz csapatok valóban visszavonulnak-e a Dnyeper folyó nyugati partvidékéről. Hozzátette, világosan látszik, hogy nagy nyomás alá került az orosz hadsereg, és ha valóban kivonulnak Herszonból, az újabb győzelem lesz Ukrajna számára. Stoltenberg hangsúlyozta, a NATO addig folytatja Ukrajna támogatását, amíg szükség lesz rá, mert a NATO tagállamok, köztük Olaszország példátlanul nagy támogatása érezteti hatását a harctereken, és alapvető fontosságú Ukrajna számára. Az októberben hivatalba lépett Giorgia Meloni a megbeszélés után azt mondta, kormánya továbbra is kiáll Ukrajna területi integritás, a szuverenitása és szabadsága mellett. Kitűzték az ukrán zászlót a herszoni városházára, erősítette meg a katonai hírszerzés. A hadsereg szerint fontos győzelmet arattak az oroszok felett. Jurésak, az ukrán védelmi minisztérium tanácsosa a BBC-nek azt mondta, az ukránok majdnem teljes kontrollt gyakorolnak a város felett. Az ukrán katonák egymás után foglalják el az adminisztratív épületeket, az esetleg ott maradó orosz katonákat pedig egy Facebook posztban szólították fel, hogy adják meg magukat. Az orosz védelmi minisztérium elismerte, hogy csapataik a várost elhagyva a Dnyeper folyó bal partjára vonultak. A visszavonulást pénteken hajnali 5 órakor fejezték be, a folyó nyugati partján sem orosz katona, sem katonai felszerelés nem maradt. Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője jelezte, ennek ellenére Moszkva továbbra is Oroszország területeként tekint a szeptemberben annektált régióra. Herszon megye területének nagyobb, keleti fele továbbra is orosz megszállás alatt áll. Az ukránok közölték, attól tartanak, hogy a gyors orosz kivonulás csak álca, és csapataikat törbe csalhatják. Katonai szakértők úgy becsülték, hogy legalább egy hétbe telik a teljes orosz csapatkivonás. Eközben az ukrán média helyi szemtanúkra hivatkozva arról tájékoztatott, hogy beszakadt a Dnyeper folyó felett átívelő stratégiai fontosságú Antonovkai híd, amely az egyetlen közúti összeköttetést biztosította Herszon városának közelében a folyó jobb és bal partja Antonovka és Aljoski között. Egyelőre nem tudni biztosan, mi okozhatta a híd beszakadását. Orosz és ukrán média értesülések szerint a hidat felrobbantották, a két fél pedig kölcsönösen egymást vádolja a robbantással. Rishi Sunak brit miniszterelnök és Volodymyr Zelenszky ukrán államfő szerint komoly eredmény az orosz haderő kivonása Herszonból. A kivonulás tükrözi az Ukrajna elleni orosz katonai offenzíva gyengeségeit, jegyezték meg a politikusok. Rishi Sunak az ukrán államfővel tartott megbeszélésén megerősítette, hogy Nagy-Britannia folytatja Ukrajna katonai segélyezését. A brit kormányfő közölte, hogy London 1000 földlevegő típusú rakétát ad át Ukrajnának.
Emellett több mint 25 ezer olyan egyéni felszerelési egységcsomagot szállít, amelyet az ukrán katonák szélsőségesen hideg téli időjárás esetén tudnak használni. A szállítmányban szerepel még 12 ezer egységnyi olyan felszerelés, köztük 150 nagy befogadó képességű fűthető katonai sátor, amely lehetővé teszi a katonák számára a szabadban alvást rendkívül hideg időben is. Ferenc pápa legutóbbi bahreini látogatására reflektálva kijelentette, hogy Oroszország Ukrajna elleni háborúját nem lehet a fegyverek infantilis logikájával megoldani, hanem párbeszédet kell folytatni. A tomboló háborúra gondolok, amelynek áldozata lett a megkínzott Ukrajna, és sok más olyan konfliktusra, amelyet soha nem a fegyverek gyerekes logikája, hanem csak a párbeszéd puha ereje old meg, hangsúlyozta a katolikus egyház vezetője. Az Európai Parlament jóváhagyta az Unió Ukrajna és Moldova közötti közúti áruszállítás megkönnyítését célzó uniós megállapodásokat. A két megállapodás része az Oroszország indokolatlan ukrajnai agressziójára adott uniós válasznak. A háború komoly nehézségeket okoz az ukrán és moldáv fuvarozási ágazatban. Az ukrán légtereket lezárták a civil utas forgalom elől, a tengeri export pedig súlyosan korlátozott. Ebből kifolyólag Ukrajnának alternatív útvonalakat kell találnia a gabona, az üzemanyag, az élelmiszer és egyéb árucikkei kiviteléhez. Moldova hasonló gondokkal küzd, alternatív tranzitútvonalakat keres az unión keresztül, és segítségre van szüksége az ukrán árucikkek továbbszállításához, írta közleményében az Európai Parlament. A megállapodások az engedélyezési folyamat idéglenes szüneteltetésével megkönnyítik az ukrán, moldáv és uniós fuvarozóknak, hogy egymás területei között és azokon keresztül fuvarozzanak. A parlament után most a tagállamokat tömörítő tanácson a sor, hogy várhatóan november 28-án hivatalosan jóváhagyja a két intézmény között a jogszabály végleges formájáról született megállapodást. A jogszabály ezután 20 nappal az Európai Unió hivatalos lapjában való megjelenését követően lép hatályba. Németország csütörtökön további katonai támogatásra tett ígéretet Ukrajnának. Többek között Iris-T típusú légvédelmi rendszereket és Iris-T rakétákat adnának a megtámadott országnak, írja a CNN a német kormány honlapján megjelent dokumentumra hivatkozva. Október végén Ukrajna több Iris-T légvédelmi egységet kért Németországtól, miután Oroszország jelentős rakétatámadást intézett az ukrán városok ellen. A német kormány közleménye szerint 42 aknamentesítő harckocsit, 4 mobil és védett aknamentesítő rendszert, valamint 5 mobil felderítő rendszert szállít Kijevnek. Németország azt is bejelentette, hogy az elmúlt héten meg nem határozott számú Iris-T rakétát, 30 páncélozott gyalogsági járművet, 4 drónelhárító rendszert és egyéb katonai eszközöket is szállított Ukrajnának. Frank-Walter Steinmeier, német államfő október végi ukrajnai látogatásán az Iris-T légvédelmi rendszereket a világ egyik legmodernebb légvédelmi rendszerének nevezte. A tojás, a zöldségek és a gyümölcsök árának gyors emelkedése 6 éves csúcsra hajtotta az ukrán inflációt októberben, amely a csütörtökön közzétett adatok szerint éves szinten 26,6%-ra ugrott. Az ország tojás termelői és gazdái szerint az orosz invázió okozta pusztítás tovább növelheti az árakat. Az egyik legnagyobb európai tojás termelő az Ukrland Farming tulajdonosa szerint, ha nem sikerül a tojóállományt megújítani, akkor a helyzet jövőre még rosszabb lehet, és nem lesz tojás. Az Ukrán Nemzeti Bank múlt hónapban azt közölte, hogy az infláció alacsonyabb a vártnál, különösen akkor, ha a háború pusztítását is figyelembe vesszük, hiszen az orosz bombázások több ezer ember halálát, vagy épp az országos energiaellátás harmadának a pusztulását okozták. A háború miatt hiány van tojásból, zöldségből és gyümölcsből is, ezért a kormány közbelépésére volt szükség, hogy a termelőkkel kötött megállapodással stabilizálja az árakat, írja a Bloomberg. Az infláció magas szintjéhez hozzájárultak a háború okozta logisztikai problémák és a hrivnya értékvesztése is. Ennek ellenére a központi bank szerint a drágulás idén tetőzhet, és jövőre már csökkenni fognak az árak. Ukrajna és Magyarország számára is fontos,
A két ország között működő jelenlegi határátkelők infrastruktúrális fejlesztése és újak megnyitása. Erről egyeztetett Magyar Levente, a külgazdasági és külügyminisztérium miniszterhelyettese, és az ukrán infrastruktúrális miniszterhelyettes az Asztély-Bereg-Surány határátkelőn. Mustafa Najem elmondta, Ukrajna számára fontos lenne megnyitni ezt az átkelőt az Európából hazatérő üres kamionok előtt azért, hogy meggyorsítsák az országban rekedt gabona exportját. Mindkét fél egyetértett a Nagyhodos Nagypalát határátkelő mielőbbi megnyitásában és egy új Tisza híd megépítésében Záhonynál EU-s források bevonásával. Régi törekvésünk az, hogy a magyar-ukrán határt átjárhatóbbá tegyük, mind a személyforgalom, mind az áruforgalom szempontjából. Számos javaslatot tárgyaltunk az utóbbi 10 évben e tekintetben, ezek közül nagyon keveset sikerült közösen megvalósítanunk, de azt látom, hogy ma van egy igazi őszinte szándék az ukrán fél részéről, hogy felgyorsítsa ennek a programnak a végrehajtását, amit mi üdvözlünk, és örülünk, hogyha hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy azok az infrastruktúrális beruházások, amelyek szükségesek ennek a célnak az eléréséhez, mi hamarabb meg tudnak valósulni. Néhány egészen konkrét projektről beszélgettünk. Az első és legfontosabb az, hogy szeretnénk Ukrajna és Magyarország első autópálya kapcsolatát megnyitni. A miniszter úr biztosított arról, hogy ez egy fontos ukrán érdek is. Ez itt a Beregvidéken, Beregszász magasságában fogja átszelni a határt. Magyarországon néhány 10 kilométert kell megépíteni, ukrán oldalon pedig a Beregszászi elkerülőt. Ennek a finanszírozását szeretnénk, hogyha Brüsszel közvetlenül biztosítaná. Hogyha ez valamiért nem lehetséges, akkor meg fogjuk más módon találni, hogy ez a fejlesztés minél hamarabb megtörténhessen. Talán ez fogja leginkább befolyásolni a magyar és ukrán állampolgárok életét. Beszéltünk még arról, hogy kell egy új Tisza híd Záhonynál, ami helyettesíteni a jelenlegi rossz állapotban lévő hidat, kiváltaná egészen pontosan. Ennek is a költségei okán Brüsszelhez fogunk fordulni, elsősorban is a tervezés megkezdéséért. A harmadik konkrét pont pedig, amiről beszéltünk az új átkelők kapcsán, a Nagyhodos Nagypaládi, rég előkészített, rég, hát ugye az útügy kapcsán már meg is épített határátkelőnek a végre valahára történő üzembehelyezése, szintén fontos regionális és országos érdek. Ebben is nagy nyitottságot mutatott miniszter úr, hogyha hozzá tudunk járulni az ukrán oldali munkákhoz, akkor ezt készek vagyunk megtenni. Egyébként pedig szintén egy fontos aktuális téma az, hogy hogyan tud Magyarország még több ukrán gabonát fogadni vasúton. Ezt is érintettük, de itt még további technikai egyeztetésekre lesz szükség. Ugyanakkor elmondtam, hogy egyértelműen magyar szándék az, hogy ebben segítsük Ukrajnát, és készek vagyunk szintén anyagi forrást irányítani erre a területre. Sorra szedi áldozatait a háború a kárpátaljaiak között is. A közelmúltban katonai tiszteletadás mellett temették el Csapon Literáti Sándort, a harcok legutóbbi magyar nemzetiségű áldozatát, aki a háború kezdete óta teljesített szolgálatot a fronton. Az elesett katona családja számára adtak át pénteken támogatást Magyarország ungvári főkonzulátusán. Ez a program, aminek keretében ezt a támogatást átadjuk, azt célozza, hogy egy kicsit segítsünk a amúgy is nagyon nehéz helyzetbe került családokon, és azt is láthatóvá, kézzelfoghatóvá tegyük, hogy Magyarország a nehéz helyzetben is kiáll a magyarok, a kárpátaljai magyarok mellett. Mi nagyon jól tudjuk, hogy ezek a katonák, ezek a honfitársaink, akik elestek a háborúban, ők Ukrajna lojális állampolgárai voltak, de ugyanakkor mindannyiunkért, Kárpátaljáért, Kárpátalja jövőjéért is harcoltak, azért az álomért, hogy ebben az országban, itt Kárpátalján, a szülőföldjükön boldogan élhessenek, kiteljesíthessék nyelvi és egyéb tudásukat, kötődésüket, és szeretnénk, hogyha mielőbb bekövetkezne egy olyan béke, amikor az ő álmuk megvalósul, és a kárpátaljai magyarság békében, biztonságban élhet saját szülőföldjén, építheti jövőjét, kultúráját. A 45 éves férfi, aki a fronton vesztette életét, 2014-től teljesített katonai szolgálatot. Édesanyja, testvére és fia gyászolja.
nagyon jó fiú volt, mindig szeret mindenkit. A csapon annyi voltak nép, hogy nem volt hova az udvarba is, hogy annyi volt. Fiatalok, öregek, minden ott voltak. Na térjem be, hogy hoztunk mindenki az utcán állva, térjem be. És úgy nem gondoltam. Mikor hallott utoljára róla? 21. Ebben a hónapban 21. 21, igen. És elmondanák azt, hogy a születésnapjára még hazajött? Haza még jött haza, 10 napra az úton volt, 10 nap, ami otthon volt, még mentek fürödni valahol, azt mondja, már 4 hónapja nem látták a víz, még voltak fürödni, nem koszonyba vagy hova. Na, de olyan öremben jó, fiam, ne érj, muszáj kontrakt, 3 éve még volt neki. Na, és nincsen fiam. A magyar kormány támogatásában részesült a 30 éves Bobik Román téglási születésű katona családja is, aki szintén a csatatéren halt hősi halált. A segélyt a konzulátus munkatársaitól testvére György vette át. Ő is az ukrán fegyveres erők kötelékében harcolt, amíg súlyos sérülést nem szerzett. Mindenki a háború mielőbbi befejezésében bízik, Magyarország pedig továbbra is elkötelezett amellett, hogy segítse a háborúban elesettek hozzátartozóit, családjait. Ez idáig 11 kárpátaljai magyar katona családja részesült a magyar kormány egyszeri anyagi támogatásában. A beregszászi Szent Anna Caritas február óta folyamatosan támogatja a Kárpátaljára érkező menekülteket, igyekszik segítőkezet nyújtani az elesetteknek. A karitatív szervezet a helyi rászorulókat is támogatja tüzelővel, ehhez saját forrásaik mellett külső segítséget is kaptak. A beregszászi Szent Anna Caritas nyáron Magyarok kenyere akciójából befolyt összeget sok gondolkodás után úgy gondoltuk, hogy jól megoldás lenne, hogyha a téli tüzelőre próbálnánk fordítani. Nagyon sok rászoruló család van, akinek nincs lehetősége megoldani ezeket a problémákat, illetve egyedülálló idős emberkék, akik család nélkül vannak, és nagyon fontos számokra az, hogy a Caritas segítsen rajtuk ilyen problémákban, hogy beszerezni a tüzelőt. Felajánlották a tiszaújlaki fafeldolgozó gyárból, hogy a hulladékokat, amiket ők amúgy is nem tudnak mit csinálni vele, azokat el tudnánk-e hozni, és ezeknek a szegényeknek kézbesíteni. Úgyhogy az önkéntesek segítségével sikerült a mai fa akciónkat lezárni, és kézbesíteni két családnak, illetve egyedülálló embernek a fa téli tüzelőjét. Jelenleg a szervezet több tucat halmozottan hátrányos helyzetű egyedülállót segít, akik számára a legkisebb támogatás is sokat jelent. Egyedül élek most, mert a két fiamnak van már családja falun, de most még épp sincsenek itthol. A tüzelő az nagyon fontos, mert írtó drága. Na hát meg valamikor, hogyha az ember fordul Mariannához, akkor ilyen cukortesztet is szokott nekem venni, meg egy kis csomagot, mikor, hogy ahogy tőlük telik. A beregszászi Szent Anna Caritasnál továbbra is várják a felajánlásokat, hogy minél több rászorulót tudjanak támogatni a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben. A kárpátaljai rendőrség 14 új járművet kapott, amelyek összértéke megközelíti a 12 millió hrivnyát. 10-et az ukrán belügyminisztérium és a megyei hatóságok szereztek be, 4-et pedig Kárpátalja legtehetősebb kistérségei, a Kincses-Homoki, Ökörmezői, Körösmezői és az Usztcsornai. A rendőrségi járműpark korszerűsítését a továbbiakban is folytatni szeretnénk, fogalmazott Kárpátalja kormányzója. Це гірські населені пункти. Дуже добре, що сьогодні там будуть працювати наші поліцейські на таких автомобілях. Hegyvidéki településeken fognak a rendőrök ezeken az új járműveken
járőrözni. Ezek az autók megfelelő hasmagassággal bírnak. A rendőrök feladata Kárpátalján, hogy felügyeljék a rendet, ugyanis nagyon sok menekült érkezett a megyébe. Az látható, hogy Kárpátalján nyugalom van, és nincs kijárási tilalom sem. Ezt elsősorban a rendfenntartó erők munkájának köszönhetjük. A jármű park bővítése fontos, hiszen az összes feladat ellátásához növelni kellett a létszámot, ezért újabb járművekre is szükség lesz. Egy dolog megkapni a pénzt, de a beszerzést meg is kell szervezni, hiszen nem sok hasonló jármű áll rendelkezésre. Kellő időben sikerült elvégezni a vásárlást. Ennek köszönhetően a kistérségeknek most már vannak járműveik, és a rendőrség sokkal hatékonyabban dolgozhat. A menekültek miatt a megye lakossága jelentősen megnőtt. Ennek megfelelően növelték a rendőri jelenlétet is. Ami a bűnügyi mutatókat illeti, a jelentések szerint nem történt változás, sőt, bizonyos mértékben javult a helyzet. Az energiatakarékosság jegyében lekapcsolt közvilágítás miatt a rendőrök az éjszakai órákban fokozottabban vannak jelen a települések utcáin. Növeltük a járőrök számát az utcákon, mind éjszaka, mind pedig nappal. Korábban is fokozott készenlétben dolgoztunk, de most még 25 egységgel bővült a járőrök száma, hogy hatékony bűnmegelőzést végezzünk. Ezért is érkeztek jókor ezek a járművek. A rendőri jelenlét segít elejét venni a bűnözésnek. Már mindenki láthatja, hogy az esti óráktól a rendőrautók felkapcsolt villogókkal járják az utcák. A rendőrségi járműpark bővítése révén a rendőrök gyorsabban tudnak reagálni a lakossági bejelentésekre, az autók terepjáró képességének köszönhetően pedig a hegyvidéki településeket is könnyen el tudják érni. Kárpátalja is csatlakozott a regionális digitális átalakulás országos hetéhez, amelynek keretében az Ungváron megtartott fórumon a kistérségek háború idején történő digitalizálásának lehetőségeiről tanácskoztak. A rendezvényen a kistérségek képviselői mellett vállalkozók és IT szakértők is részt vettek. Az Ungvárihoz hasonló fórumokat ezen a héten Ukrajna szinte minden megyébe megtartották. A központi témák között a vállalkozások digitális innovációi és az elektronikus ügyintézés előnyei szerepeltek. Heves eszmecsere zajlott az elektronikus ügyintézés témáját illetően. Ez nagyon fontos ügy, amit igyekszünk is megvalósítani 2023-ban. Ahhoz, hogy például Rahóról Ungvárra eljuttassunk egy okmányt, sok időre és pénzre van szükség. Pedig ezt két kattintással is el lehetne intézni. A digitális okmányt nem lehet hamisítani, hiszen központi adatbázisokból veszi az adatokat, ezért a hiba lehetőség és a hamisítás is kizárt. A digitális aláírás pedig egyéni elektronikus kulccsal történik, vagyis időt és pénzt takarítunk meg ezzel a módszerrel. IT vállalatok képviselőit hívtuk meg a rendezvényre, akik részletesen tájékoztattak az elektronikus ügyintézésről, a digitális jegyekről, azok igényléséről és használatáról. Az egyik előadónk például beszámolt az agrárszektorban történő digitalizációról, ami érdekes volt a kistérségek számára. Több kérdés is elhangzott annak megértéséhez, hogy milyen energiabefektetésre van szükség a munkafolyamatok optimalizálásához. Az Ungvári 20-as számú líceum második osztályos tanulói járőrökkel játékos formában tanulták a biztonságos közlekedés és a jelzőlámpa szabályait. Zeleny! Gyurvani! A diákok készültek a találkozásra. A rajzszakkörön útjelző táblákat rajzoltunk és színeztünk. Én a stop táblát, a gyalogos átkelőhely tábláját és a behajtani tilos táblát ismerem. A találkozót a biztonságos közlekedés hete keretében szervezték meg. A rendezvényen nagy hangsúlyt fektettek a fényvisszaverő elemekre, ezért a programnak is a Világíts a sötétben címet adták. A gyerekek egy videót is láthattak a fényvisszaverődés fontosságáról, ezt követően az iskolások szív alakú jelvényt készíthettek a hátizsákukra.
Це вже сьома акція, яку ми проводимо саме по виготовленню. Щоб ez már a hetedik hasonló programunk. Szeretnénk megmutatni a gyerekeknek, hogy ők is készíthetnek ilyeneket. Ez lefoglalja őket, és ezáltal megvédik magukat az úton. De megosztják a Facebookon is, hogy kié a legszebb. A gyerekek világító karkötőt kaptak ajándékba. Ha nincs rajtad a világítós karkötő, a sofőr nem biztos, hogy észrevesz. Viszont ha rajtad van, akkor utat ad neked. Az iskolában, főleg a téli időszakban naponta felhívják a tanulók figyelmét a biztonságos közlekedés szabályaira. Naponta elmondjuk, hogyan kell átkelni az úttesten, ismerjük a helyzetet. A gyerekek későn indulnak haza, az áramkimaradás is rendszeres. Mi magunk készítettünk ilyen elemeket, és úgy döntöttünk, hogy a gyerekeknek is tartunk hasonló kézműves foglalkozást. A rendőrök rendszeresen tartanak felvilágosítást az iskolásoknak. Mindenkit arra szólítanak fel, hogy csatlakozzanak a felhíváshoz. Este és éjszaka pedig mindenki viseljenek láthatósági mellényeket vagy fényvisszaverő elemeket. Országos légtornász bajnokságot tartottak Ungváron. Ez a sportág még viszonylag újnak számít vidékünkön. Gyakorlatilag két éve jelent meg ez a sportág a városban és a megyében, amikor megnyitottuk a Sportoktatási Akadémia Sportklubot. Jelenleg mintegy 50 aktívan edződiákunk van. Nehéz időket élünk, de mégis úgy döntöttünk, hogy megszervezzük a városban a bajnokságot. Korábban Vinnyica szerepelt a tervben, de a jelenlegi helyzet miatt inkább Ungvárt javasolták helyszínként. A bajnokságon 11 megye képviseltette magát, de Lengyelországból is érkezett résztvevő. A versenyzők különböző korcsoportok szerint mérhették össze ügyességüket. Gyerekek is jöttek, akik rövid idő alatt nagyon megszerették a légtornát. Nagyon tetszik, mert szép. Izgultál a fellépés alatt? Igen, most léptem fel először. Az idősebb lányom foglalkozik légtornával, talán két éve. Amélia, a húga, látta a nővére edzését, fellépéseit, és elkezdett érdeklődni a sportág iránt. Mi pedig mindenben támogattuk. A szép és az extrém egysége, az önfegyelem, a bátorság, a tudásszom és a győzelem vágya minden résztvevőt inspirál. Két éve tornázom, nagyon tetszik, nagyon jó edzőink vannak, minden nagyon jó. Nem izgulok, mert már nem először versenyzek. Az amatőrök és a profik csoportjában is fellépek. Már egy éve edzek. Nagyon tetszik, mert extrém. Izgulok, mert először vagyok ilyen fellépésen. Az edző bátorítása és a beállítottságom segít abban, hogy győzzek. A fellépések légköre mindenkire hatással volt. Nagyon jó, hogy a jelenlegi helyzet ellenére Ukrajnában megszerveztek egy ilyen bajnokságot. A hasonló versenyeknek köszönhetően láthatjuk, hogy Ukrajna nem csak háborúzik, hanem neveli az ifjabb nemzedéket. Ezek a gyerekek a jövőt jelentik, akik a független Ukrajnában élnek majd a győzelem után. Nagyon sok pozitív élményt kaptam, először járok Ungváron. 22 éves vagyok, egész életemben arra vártam, hogy eljussak ide. Valóban nagyon szép város, nagyon barátságosak az emberek. A gyerekeknek sok sikert kívánok. Tudom, milyen érzés egy versenyen részt venni, különösen, amikor még kicsi vagy. Ilyenkor minden miatt izgulsz. Fontos, hogy ne aggódjanak, hanem nyugodtan lépjenek fel és elégedettek legyenek. A zsűri alaposan elemezte a résztvevők teljesítményét. У нас є протоколи оцінювання, це протокол техніки, протокол штрафів, протокол артистизму, протокол хореографії. Van egy értékelési pontrendszerünk. Értékeljük a technikát, hogy volt-e hiba, milyen volt művészileg, és fontos a koreográfia. Mindegyik bíró külön értékelést készít. A végén összesítjük a pontokat. Minél jobb technikailag, minél helyesebben mozog, minél művészibb, minél helyesebb a koreográfia, minél kevesebb a hiba, a bizonytalanság, annál magasabb a pontszám. A hasonló sportrendezvények újabb tapasztalatot jelentenek a résztvevőknek, és mindenképpen kedveznek az új sportág elterjedésének Ukrajnában.